Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, hölgyeim és uraim! Önök Arról van szó címmel a Líceum Televízió heti aktuális műsorát láthatják, harmadik évfolyam 45. adás. Tekintsük át együtt, mit kínálunk önöknek az előttünk álló egy órában, hogyha velünk tartanak. Próbaműködés alatt a főiskolai minőségirányítás. Milyen eredmények várhatók a rendszer teljes körű bevezetésétől? Az Eszterházy Károly Főiskola filmje is szerepelt a Szolnoki Képzőművészeti Nemzetközi Filmfesztiválon. Alkotó és tanár a tapasztalatokról. Az amerikai Valdosta Állam Egyetemének ösztöndíjas vendégtanára volt az informatika tanszék docense Komenci Bertalan. A tanítás, a kutatás és az előadások tapasztalatairól szól mai adásunkban. Tanévkezdés gondjairól és örömeiről a hallgató szemszögéből. Megújuló hallgatói önkormányzatok vendégünk lesz a főiskolai hallgatói önkormányzat elnöke. Hírek, információk előrejelzése a hírlánc ajánlatából, agrometeorológia, az időjárásról és egy új összeállítás. Hallgatóink az általuk fontosnak tartott, érdekesnek tartott hétvégi programokat is ajánlják kedves nézőinknek. Röviden kiemelésekkel ennyi mai adásunk tartalmából, bővebben az itt elhangzottakról az előttünk álló egy órában hallunk majd, és szólunk önökhöz. Kérem, tartsanak velünk a Líceum Televízió csatornáján, és hát kezdjük is, ahogy mondani szokták, in medias res, a közepén rögtön a témának. Minőség, az élet minden területén szinte a minőség és az Európa Uniós kompatibilitás kerül előtérbe. A főiskolán is köztéma a minőség irányítási rendszernek a bevezetése. A téma vendége pedig mai stúdió műsorunkban dr. Koncsos Ferenc főtitkár úr. Köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Tulajdonképpen főtitkár úr, mi volt az eredendő mozgatója annak, hogy erre ráállt a főiskola? Miért kellett nekünk elkezdeni ezt? A 90-es években a főiskola iszonyatos gyorsan növekedésnek indult, és a vezetés időben fölismerte, hogy egy ilyen nagy intézményt nem lehet a hagyományos módszerekkel vezetni, és ez a felismerés vezette a vezetést elsősorban ahhoz, hogy kidolgozzuk a főiskola minőségirányítási rendszerét, amihez szakértők segítségét vettük igénybe, de mi magunk is igyekeztünk minél jobban megismerni a főiskolát, és hát így került sor arra, hogy 2003-ban a főiskolai tanács elfogadta azt az alapdokumentumot, amely leírja tömören, röviden a főiskola működését, ez volt a minőségirányítási kézikönyv. Mire alapoztak ebbe a munkába, amikor ezt készítették? Elsősorban magyar gyakorlatokat vettek figyelembe, vagy volt külföldi példa erre, honnan tudtak meríteni, támpontot venni? Minőségbiztosítási rendszerek működnek a világban, ezek azonban elsősorban az iparra, az ipari termelésre vannak kidolgozva. A felsőoktatásban ennek nincs nagy gyakorlata. Vannak felsőoktatási intézmények, amelyek átvettek egyszerűen az iparból rendszereket. Ennek az a hátránya, hogy nem tudja a speciális felsőoktatási tevékenységeket kezelni. Mi tehát egy olyan úttörő munkába kezdtünk, hogy megvizsgáltuk a magunk működését, és a különböző minőségirányítási szabványokat figyelembe véve egy intézményre szabott rendszert dolgoztunk ki. Akkor ezek szerint nem is volt minta előttünk más felsőoktatási intézménynél, hogy abból merítsünk? Nem, nincsen ilyen minta. Kísérletezgetnek a különböző felsőoktatási intézmények, de mivel az intézmények működés eléggé különböző, egy ilyen sablont nem is igen lehetne adni a felsőoktatási intézmények számára. Egy éve adtunk arról hírt éppen adásunkban, ebben a műsorban, 93 nyarán, ha jól emlékszem, nyár elején, hogy elkészült a minőségirányítási rendszer kézikönyve. Mi történt azóta? Hát miután a kézikönyv elkészült, hozzákezdtünk az eljárások, szabályzatok beillesztésébe a rendszerbe. Először is meghatároztunk 23 eljárást, amit részletesen kidolgoztunk, amelyben pontosan fel vannak sorolva a felelősségi körök, hatáskörök, a folyamatok egyes lépései, ki, mikor, mit, hogyan köteles végezni, milyen űrlapokat kell felhasználni az egyes tevékenységben, és milyen bizonylatokat kell megmutatni a tevékenység végén. Tehát ez az eljárás és a szabályzataink ugyanígy bizonyos tevékenységeket teljes körűen szabályoznak. Ezeket a szabályozásokat most a rendszerbe foglaltuk, úgyhogy a dokumentum
Korábban 73 oldal volt, most már közel 1974 oldalas a dokumentum terjedelme, de hát még nem vagyunk a munka végén. Mi van még hátra? Hátra van még az űrlapok, a tevékenységekhez kapcsolódó űrlapoknak a sorravétele, és ha ez is kész lesz, akkor azt mondhatnánk, hogy egy olyan szakaszhoz értünk, amikor a rendszer teljes körű bevezetése megtörténik, de hát nem mondhatjuk azt, hogy vége lesz a munkának, mert hát egy minőségirányítási rendszer elkészítésének valójában nincs vége. Arról beszélünk a napokban, hogy próbaműködés alatt áll ez a minőségirányítási rendszer. Mit jelent ez a próbaműködés? A próbaműködtetés azoknál az eljárásoknál kezdődött el, amelyek korábban úgy működtek a főiskolánkon, hogy aki ide jött dolgozni, az megkérdezte a kollégáját, hogy ezt hogy szoktátok csinálni, elmondta, és mindenki csinált egy hagyomány alapján. Na most miután a rendszerbe beillesztettük ezeket az eljárásokat, minőségi körök, tehát bizottságok mondhatnám foglalkoztak a témával, és ezek a bizottságok pontosan leírták, hogy mit, hogyan fogunk ezentúl csinálni. A próbaműködtetés során minden folyamathoz kirendeltünk egy folyamatgazdát, aki végig fogja kísérni a gyakorlatban a folyamatot, és összehasonlítja a leírással. Ha különbség van a gyakorlat és a leírás között, akkor majd a folyamat végén arról fogunk beszélni, hogy a nem megfelelőségeket, ez egy sajátos szó a minőségirányításban, nem valami jó magyar szó, de nagyon használt szó, ezeket a nem megfelelőségeket ki fogjuk küszöbölni a rendszerből, és tehát miután kipróbáltuk az egészet, akkor kijavítjuk, és amikor kijavítottuk, akkor bekövetkezik ennek a végleges bevezetése. Ez milyen hosszú folyamat ez a kipróbáljuk? Hát a kipróbáljuk, ez elég hosszú folyamat éppen azért, mert nem úgy történik a kipróbálás, hogy elhatározzuk, hogy március 15-én elkezdjük, hanem minden egyes eljárást pontosan abban az időpontban próbálunk ki, amikor az valóságosan elkövetkezik. Tehát van olyan eljárás, amit ebben az évben nem tudunk kipróbálni, mert az esetleg csak 2-3 évenként bekövetkező folyamat. Tehát mondhatnánk, hogy 2006 közepéig elhúzódik a próbaműködtetés. Ez persze nem azt jelenti, hogy addig nem működik a minőségirányítási rendszer, mert a többi eljárás, van olyan eljárás, amit egy hónap alatt ki lehet próbálni, van, amit egy fél év alatt, van, amit egy év alatt, van, amit egy év múlva lehet elkezdeni. Szóval ez nagyon különböző, de addig, amíg kipróbálás alatt van, már addig is működik a rendszer. És azt lehet mondani, hogy amit kipróbáltak, mondta, hogy mondjuk van olyan, amit egy hónap alatt ki lehet próbálni, az utána életbe is lép, és akkor elemenként lép életbe a minőségirányítási rendszer? Igen, így van. 23 ilyen eljárásunk van, ami kipróbálás alatt áll, és hát amelyiknek a végére értünk, ott a minőségirányítási vezető jelentése után a rektor azt mondja, hogy így mehet az eljárás, és abban a pillanatban véglegesen működésbe lép. Tehát így szakaszosan lép működésbe, és hát egyébként maga a rendszer az eléggé rugalmasan működik, mert hiszen ahogy változik az élet, ezeket az eljárásokat, szabályzatokat hozzá kell igazítani a változó körülményekhez, a változó élethez. Hogyan látja most a próbaműködés során, mennyire készült fel az intézmény erre a próbaműködésre? Nagyon kedvezőek a tapasztalataink, örömmel mondom ezt. Egyébként a szakértőink is már a 2 év alatt, mióta ezzel a kérdéssel foglalkozunk, többször tartottak továbbképzéseket oktatóink, dolgozóink számára, és mindig azt tapasztalták, hogy nagyon pozitívan állnak a dolgozók a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez, elkötelezettek ebben, és hát most a próbaműködtetés idején a folyamatgazdák már eddig is arról számolnak be. Egyrészt azt mondanám, a folyamatgazdák nagyon jól kezdték el a próbaműködtetés megfigyelését, másrészt pedig az érintettek igen nagy érdeklődéssel viseltetnek ebben a folyamatban. A folyamatgazdák az érintettekkel történő megbeszélésen nagyon kedvező tapasztalatokról számoltak be, olyan tapasztalatokról, hogy mindenki igazán komolyan foglalkozik ezzel a témával. A hozzáálláson túl, ami egy rendkívül fontos dolog egy ilyen rendszer bevezetésénél, hiszen nem akaromból szokták mondani, hogy nyögés a vége. Tehát a hozzáálláson túl milyen tapasztalatokat tudunk már leszűrni, összehasonlítva az eddigi rendszerrel, az újravaló átállás folyamatával, mik mutatkoznak már most? Már most az látszik, hogy a főiskola működése a rendszer
által sokkal áttekinthetőbbé vált. Szóval, ha ide jön egy dolgozó hozzánk, és miután dolgozója lesz az intézményünknek, akkor betekinthet a minőségirányítási rendszerbe, és ha végiglapozza ezt a dokumentumot, mindent tudni fog. Tudni fog arról, hogyan működik a főiskola, tudni fogja azt, hogy milyen tevékenységet, milyen szabályzat szabályoz, milyen űrlapokat kell kitölteni az ügyintézéshez. Tehát ez a rendszer pontosan megmutatja mindenki számára, hogy mit és hogyan kell tenni. És világosan, egyértelműen mindenki számára megmutatja. Esetleg lehet leszűrni olyan tapasztalatokat is, hogy gazdaságilag is javul a működése, mert hiszen egy rendszernél nem öncélú a dolog, nem csak a működés sem múlik, hanem hogy milyen haszna lesz még. Természetesen ennek gazdasági haszna is lesz, de elsősorban az a célunk, hogy az oktatás minősége feltétlenül javuljon, hiszen tudjuk, hogy a felsőoktatási intézmények között a továbbiakban igen nagy verseny lesz a hallgatókért, és minél jobb minőséggel tud egy intézmény diplomákat kiadni, annál jobban fogják keresni a hallgatók, és mi azt szeretnénk, hogyha az EGRI intézmény a továbbiakban is ilyen kereset lenne, mint ahogyan ez eddig volt. Azt szokták mondani, hogy tökéletes rendszer nincsen, mindent lehet javítani. Mennyire nyitott ilyen szempontból ez az elképzelés, ez a minőségirányítási rendszer? Mennyire lehet folyamatában még tovább javítani rajta? Hát sok mindent lehet még tenni. Szóval azt mondhatjuk, hogy miután az űrlapok is meglesznek, akkor ez a rendszer már olyan lesz, hogy a kézikönyvtől kezdve az űrlapokig magába foglalja mindazt, ahogyan működik a főiskola, ahogyan most működnie kell. Viszont ahhoz, hogy jobban működjön, ehhez a továbbiakban különböző mutatókat kell majd kidolgoznunk, aminek alapján megállapíthatjuk, hogy melyik tevékenységben és milyen részletében kell tovább folytatni a fejlesztéseket. Tehát ez a munka, mondhatnám, soha nem fog véget érni, mindig lesznek újabb feladataink. Most a legközelebbi feladatunk az lesz, miután elkészül ez a dokumentum, egy olyan elektronikus felületen fogjuk elhelyezni, hogy ne kelljen végiglapozni az egész dokumentumot, ha valaki valamire kíváncsi, hanem a kézikönyvben lesznek olyan kulcsszavak, amire rákattintva rögtön előjön a szabályzat vagy az eljárás, amire kíváncsi a dolgozó. Annyira lelkesen beszélt róla, hogy engem már is meggyőzött, hogy erre a rendszerre itt szükség van. Hogyan tapasztalja az elmúlt időszakban? Elsősorban az ön személyéhez kötik ezt a minőségirányítási rendszernek a bevezetését, működtetését, kidolgozását. Tudom, hogy nemzetközi tapasztalatai is voltak ebben, Bécsben voltak tanulmányúton. Mennyire népszerű ezzel, Koncsas úr, hát, a munkatársak körében? Ez nagyon érdekes dolog. Én úgy tapasztalom, hogy kedvező a fogadtatásom. Szóval ellenszenvet nem tapasztaltam még soha. És tehát nem mondták azt, hogy Feri, miért lelkesedsz? Hát hagyd már békén, hagyd tanítsunk nyugodtan. Nem, szóval úgy látom, hogy azért mindenki látja ennek a jelentőségét, és hogyha jobban megismerik a dolgozók, akkor még inkább föl fogják ismerni, hogy ez nem valami haszontalan dolog, hanem mindenkinek az érdekét szolgálja, és szóval kiválóan alkalmazható azért, hogy a munkánk jobb, eredményesebb és minőségben is jobb legyen. Bízunk benne, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy eljött és tájékoztatott bennünk ezekről a hírekről, és hát egyben kérem is, hogy ahogy halad a rendszer előre, ugye a jelentősebb fázisokról, pontokról időnként szóljunk majd, hogy hol tartunk ebben, hiszen épp abban állapodtunk meg, hogy ez nem egy lezárható folyamat. És hát most akkor mi mást mondhatnék, mint hogy tartson velünk, és nézzük meg együtt, hogy mit kínál a Hírlánc esti kiadása nekünk majd röviden.